Győzött Pest Erzsébeten, majd meglepő vereséggel folytatta a szereplését Bécsben a Csíkszeredai Sportklub az Erste Liga középszakaszának alsóházában. Pénteken este a Ferencváros otthonában lépett hígre Leo Gudás csapata, és a papírformát érvényesítve 4-2-re verte a házigazdákat. Az első gólt a budapesti csapat szerezte, azonban a sportklub már az első harmadban fordított, majd 12 perccel a vége előtt már 4-1-re vezetett. A végén a Ferencváros már csak szépíteni tudott. Innen Bécsbe a sereghajtó Vienna Capitals otthonába utazott a sportklub, ahol viszont meglepő 3-2 arányú vereséget szenvedett. Ez volt a bécsiek második győzelme az Erste Ligában. A brassói Korona ugyancsak idegenben játszott, 5-1-re verte Székesfehérváron a fehérvári titánokat. A konstancai Víj Torul színeiben bajnokságot nyert Viktor Rumnicsánó, a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK új hálóűre. A klub már korábban bejelentette, hogy egy kapussal is erősíteni kívánja keretét. A tavaszi idényt pénteken a temesvári Poli ellen kezdő háromszéki csapat egy skót középpályást is tesztel Nick Ross személyében. Véglegesítette Románia olimpiai keretét a Román Olimpiai és Sportbizottság. Az országot összesen 26 sportoló és 16 fős szakmai stáb képviseli a február 8-án rajtoló pjongcsángi téli ötkarikás játékokon. A küldöttségben három magyar nemzetiségű sportoló is van. Románia összesen 8 szakágban, alpesi sízésben, sífutásban, síugrásban, biatlonban, szánkozásban, bobozásban, skeletonban és gyorskorcsolyában indul az idei téli játékokon. A biatlonban Tófalvi Éva a 6. olimpiáján vesz részt. A 4-es bob második tólóembere a korábban dobóatlétaként ismerté vált Barta Levente lesz, aki első olimpiáján vesz részt. Női sífutásban, a sprintversenyben és a 10 kilométeres szabad stílusú számban Lőrinc Tíme áll rajthoz. Neki ez lesz a szocsi játékok után a második olimpiai részvétele. Utóbbi a Marosvásárhelyi Rádiónak elmondta, a sérülései miatt hosszú ideig kétséges volt az indulása, de most már készen áll. Voltak sérüléseim, tért problémáim. Hát egy olyan 2,5 hónapja kezdtem neki megint újból edzeni, tehát az íróról kellett kezdeni, volt egy porcleválásom, azt persze meg kellett ülteni, meg egy inszalagszakadásom is van, tehát így kínlódok, mondjam úgy, hogy tényleg kínlódok, de egy olyan 2,5 hónapja tudom, hogy na, megyek. A szakmai stábok tagjai között megtalálható Magdó Németh Csaba, a síugródán Jelenhára Lambie edzője, valamint Márton Simon biatlon edző is. Nem szerzett versenyzői kvótát, de jelen lesz Dél-Koreában a hódeszkázó Kinda Géza is, akit a szervezők pályanyitóként hívtak meg a helyszínre.